teltház fogadta országjáró körútján Székesfehérváron is, a Szent István művelődési házban a legendás gitáros Szekeres Tamás 25 év az Omegában című klasszikus elemekkel ötvözött, nagyrészt Omega dalokból álló különleges produkcióját. Szekeres Tamás 1994 óta a legendás Omega zenekar tiszteletbeli tagjaként meghatározó szerepet töltött be az együttes életében, mint gitáros zeneszerző. Magyarországi, valamint külföldi előadásain a gitárművész és az ütőhangszeresek triásza, a kultikus Omega zenekar és az Omega oratórium dalai mellett Bach és Vivaldi művek is felcsendülnek. Így volt ez a Szent István teremben is, ahol a Vox Mirabilis kamarakórus közreműködésével szólaltak meg a dalok. Én mindig is ötvöztem, hiszen egyszerre kezdtem el klasszikus gitározni és rock gitározni, úgyhogy nálam ez a kettő valahogy mindig együtt volt. Én bevallom férfiasan, hogy nem szoktam zenék között, stílusok között különbséget tenni számomra, vagy jó zene van, vagy rossz zene van, de hát természetesen ez ízlés dolga. A Vox Mirabilis karnagy az Emlényi Katica és a sokat látott kórus tagjai számára is kivételes megtiszteltetés és nagy kihívás volt felkészülni az estre, hiszen a repertoáron az egykor mindenki számára ismert slágereket kellett új köntösbe csomagolva előadniuk. Nagyon érdekes volt, amikor megkaptuk a felkérést erre a koncertre, és hát izgultam is egy kicsit emiatt, mert teljesen más műfaj, amiben még nem próbáltuk meg magunkat, de úgy tűnik, hogy nagyon jól együtt tudunk működni Szekeres Tamással, és az egész este ez egy nagyon különleges lesz számunkra is, hiszen másképpen is mást kell énekelni, mint amit megszoktunk. A zsúfolásig megtelt terem zeneértő közönségét Szekeres Tamás és csapata egy felejthetetlen estével ajándékozta meg, egy olyan előadással, ahol a szakralitás és a klasszikus könnyű zene összefort.